A megyei könyvtár azzal a céllal kereste meg a Golopi önkormányzatot, hogyha egy kisebb felújítást végeznek a helyi bibliotékában, akkor egy nagyobb összeggel támogatja őket. Összesen 1 millió 200 ezer forintból modernizálták a régebbi berendezéseket. Új polcokkal, számítógépekkel, asztalokkal és technikai eszközökkel járultak hozzá az intézmény belső szépségéhez. 400 ezer forint körül összegből felújítottuk a villanyvezetékeket, tehát az elektromos hálózatot, mivel hogy a régi hálózat az régi alumínium vezetékekből volt és eléggé gyengének bizonyult, konnektorok, lámpatestek nem voltak ott, ahol ennek lennie kellett volna. Ezért ezt felújítottuk, a festést és a padló cseréjét hajtottuk végre, és ez egy ilyen közös kóprodukcióba készült a megyei könyvtár és az önkormányzat részéről. Számunkra itt Golopon fontos a kultúra, és ez a könyvtár, ez egy közösségi tér is, nem csak könyvtár, itt internet van, internetezni is bejárnak a gyerekek, és nagy örömmel jönnek, mert hogy itt ilyen kézműves foglalkozásokat is szoktak végezni, és hogyha már bejön a gyerek ha csak internetezni is jön, és meglátja a könyvet, akkor előbb-utóbb megjön a kedve az olvasáshoz. Azt pedig tudjuk, hogy az olvasásra nagy szükség van, mert a mai gyerekek kicsit hadilábon állnak az olvasással, inkább internet, tévé, és hát a könyvekből lehet megtanulni igazán a magyar nyelvet, szépen beszélni magyarul és írni, fogalmazni magyarul. A könyvtári dolgozók szerint érdemes lenne a gyerekeknek gyakrabban ellátogatniuk a könyves polcok közé, hiszen nem csak a tanulást könnyítik meg azzal, hogy nyugodt körülmények között olvashatnak, de játszhatnak és internetezhetnek is. Az újdonsült épület viszont nem csak a tanulóknak, hanem a felnőtteknek is különböző programokkal szolgál a továbbiakban. A bútorok elavultak voltak, gépek is rossz állapotban voltak, a vezetékek sem, konnektorok nem voltak megfelelő helyen, a világítás is sokkal jobb lett, tehát hogyha kézmességet csinálunk a gyerekekkel, akkor fontos, hogy lássák, hogy mit csinálnak, és jól lássák. És ez nagyon jól jött a könyvtárnak, hogy most így felújult. Kézműves foglalkozások vannak péntekente, ez szezonálisak, tehát ősszel-őszi foglalkozások, tavasszal-tavaszi és így tovább. Télen pedig az adventi készülődés, tehát 4 adventi hétvégén szombaton is, meg pénteken is készítünk. Most majd koszorút fogunk készíteni, itt látszik, hogy már a koszorúlapok előkészültek. És télen még a farsangi időszakban van állarckészítés, tavasszal a 3 kézműves foglalkozáson túl még anyák napjára is készülünk, tehát meg mindig gyöngyöt fűzni lehet minden nap, hogyha akarnak a gyerekek. Kis Lajos, a település polgármestere szerint a mai világban kevesen vesznek a kezükbe könyvet, és ritkán is járnak könyvtárba. Az önkormányzat megtette az első lépést a változás útján, és abban bíznak, hogy az eddigiekhez képest sokkal többen járnak majd a helyi bibliotékába, hiszen nem csak könyvek, hanem különböző kézműves foglalkozások is várják a látogatókat.